Kedves testvéreim, drága nézőim, a mai nap Biblia vasárnap nevet viseli, amikor is figyelmünket különös módon a Bibliára, Isten szavára fordíthatjuk. Fontos ez, bár nem sokkal a reformáció után, olykor talán ismétlésnek hat, hogy a reformáció által felismert és megnyitott, érthetővé tett szentírás gondolatai után most ismét találkozunk a Bibliával. A magam részéről a mai napon azt a gondolatot fogalmaztam meg, azt jött, érkezett hozzám, amit Fülöp kérdezett a Szerecsen komornyiktól, főembertől, hogy érted-e azt, amit olvasol. A múltkor a tudás kérdését tettem fel, tudós embereket hallhattunk, olyanokat, akik tudták a legfontosabb dolgokat, tudták, hogy az ő megváltójuk él, tudták, hogy van feltámadás, tudták, hogy eljön egyszer majd a messiás, hogy megígérte. Ezek tudós emberek voltak, akiknek feltehettük a kérdést, tudod-e? Most viszont az értelemre való odafigyeléssel szeretném az ige tanítását kitölteni. Érted-e? Ez lesz a kérdésünk. Nem egy igét hoztam, hanem sokat, egymásra épülnek, egymást igazítják, helyreállítják. Figyeljünk hát oda, és próbáljuk mi is addig olvasni a Bibliát, és úgy olvasni, míg megértjük azt. Thank you.
Gárdonyi Géza. Írás a Bibliába. Az Új Szövetség könyve elé. Ez a könyv a könyvek könyve. Szegény ember drága gyöngye. Égi harmat lankadtaknak, világosság földivaknak. Bölcsességnek arany útja. Boldog, aki rátalál. Szomjas lelkek forráskútja, hol pohárral Krisztus áll. Ez a könyv az örök törvény. Királyon lánc, rabon napfény, tévegőnek hívó harang, roskadónak testvéri hang. Elhagyottnak galambógás, vihar vertnek ereszet, haldoklónak angyalsógás. Ne félj, fogd a kezemet. Gyermeknek is mély szép rege, bölcsnek rejtelmek tengere. Fal, s túl rajta élő hangok, köd, s benne zengő hárfák, lantok. Templomok közt legszebb templom, csak megnyitom, s benn vagyok. Ablakán a paradicsom rózsáira láthatok. Minden fakul, minden romlik, márványvár is összeomlik. Bíborleplek rongyám állnak, dicsőségek füstbe szállnak. Csak ez a könyv nem tér porba, mintha volna élő lelke. Ez a könyv a Mózes bokra. Isten szíve dobog benne. Alázatos szívvel, megbékélt lélekkel jövök hozzád, jó atyám, hogy a magam nevében, a gyülekezetünk, az emberiség nevében megköszönhessem azt, amit adtál drága ajándékul minden ember számára, az ígét, a Bibliát, amelyből megismerhetünk téged, az egyedül való Istent, és a te akaratodat, amellyel a mi javunkat szolgálod. Köszönjük, hogy van Bibliánk. Köszönjük, hogy minden nap megnyithatjuk azt, és köszönjük, hogy világosságot ad e világ sötétségében. Mindazok, akik pedig olvassák, ösvényüknek világosságává teszik azt. Azzal lesz számunkra, hogy hazafelé, örök hazánkba való vándorlásunkban legyen egy biztos vezérlőpontunk, a Szentírás. Igaz, az ének írójának kérése, adjátok a Szent Bibliát kezembe, és ez megjavít minden helyzetet. Köszönöm, Uram, hogy van Bibliám, és köszönöm, hogy megnyithatom azt, de még inkább, hogy abból téged, az örök Istent hallhatlak meg. Dicsőség ezért neked most is mindörökké. Amen. Kedves testvéreim, kedves nézőim, a kérdés tehát, amit ma körüljárunk, érted-e? Érted-e a Szentírást? Érted-e Isten szavát, az ő üzenetét? Ezt a kérdést tette fel Filipp evangélista is, amikor a Szentlélektől vitetve a Jeruzsálemből Gáza felé vezető úton csatlakozott az éppen arra járó Szerecsen Komonikhoz, aki a hintaján ülve a Szentírást olvasta. Filipp tehát odament, odafutott, és mivel hallotta, hogy Ézsaiás prófétát olvassa, megkérdezte tőle, érted-e, amit olvasol? A válasz erre nagyon logikus volt, és nagyon őszinte. Mi módon értheném, ha nincs, aki megmagyarázza? Igen, a Biblia megértéséhez sokszor van szükségünk magyarázóra. Az igehirdetések, bibliaórák erről szólnak. A könyvek, a segédkönyvek, a tanulmányok, a kommentárok mind-mind segédeszközök arra, hogy aki komolyan akarja érteni a Szentírás szavait, megtudja.
megértse azt. Érted-e tehát? Nagy kérdés, és nagyon fontos, hogy a Bibliát ne csak olvassuk, hanem értsük is. Ne csak nézzünk, hanem lássunk is, szokták mondani. Sajnos nem csak az idegen, távoli ember volt ilyen értetlen. Amikor Jézus elmondta az ő példázatát a jó pásztorról, annak első verziójában, mikor megkérdezte hallgatóit, értik-e? Ők erre azt válaszolták, nem értjük, mit jelent, amit mondtál nekünk. Sajnos Jézus példázatos szava is, amelyek valóban az emberi elme legegyszerűbb fokozatához vannak igazítva, olykor a hideg szív számára érthetetlenek. De nem azért, mert a szavakat vagy az összefüggéseket nem értik. Én szerintem sokszor nem akarják érteni az emberek. Oly sokszor hallom legyintve, hát az régen volt, amit a Biblia ír. Az ma már nem érvényes. Az ilyen ember sosem fogja megérteni az igazi üzenetet. Az ilyen aktualizálás helytelen. A Biblia örök. Tanítása nem kell változzon. Legyen hát fontos számunkra, hogy megértsük az ígét. Ez az első gondolat arról az emberről szólt, aki nem érti az ígét. Fülöp utitársa, vagy a Jézust hallgató emberek. Második csoportban azokat az embereket keressük meg, akik nem értik az Istent. Jobbról olvassuk, hogy az ő életét Isten valóban nagyon mélyen megpróbálta, engedte, hogy a sátán kiforgassa mindenéből, az egészségét is elvegye, és amikor a barátai bátorítása, biztatása, kritikája és egyéb dolgai után Jobb végre szembenézett a mindenható Istennel, akkor szembesült azzal, hogy ő sem érti az Istent, mint ahogyan a legtöbben nem értjük őt. Isten nem úgy válaszolt Jobb kérdésére direktbe, hanem egy olyan közvetett módon, amiből kiderült, hogy kicsoda Isten és kicsoda Jobb. Más szóval, kicsoda az ember. Mennyire kicsik vagyunk, mennyire semmik, és mennyire nincs jogunk számon kérni az Istent az ő tetteiért. Jobb könyvéből ilyeneket olvasunk. Tudod-e, mikor rendelkezik úgy az Isten, hogy villámfénye ragyogjon a felhőn? Tudod-e, miért lebegnek a fellegek az mindenhatónak ezek a csodái? Fel tudod fogni a föld egész terjedelmét? Vagy csak meg őszintén, érted-e teljesen? Tudni, érteni, nagyon közel vannak egymáshoz, most mind a kettővel találkozunk, tudod-e, érted-e, teszi fel a mindenható Isten a kérdést, és Jobb csak a földet nézi, gondolom, hiszen nem tud válaszolni ezekre, nem érti, talán még a kérdés is elég nehéz. Nem csak Jobb, hanem az az ember, aki éjszaka ment Jézushoz, ugyanilyen értetlenül állt a mester előtt, amikor az felfedte az újjászületés szükségességét. Nikodémus értetlenkedése egészen odáig ment, ami biológiailag valóban képtelenség, hogy bemehet-e az ember újból az ő anyának méhébe, és születhetik-e úgy, újonnan. Jézus azt mondja, te Izrael tanítója vagy, és nem érted ezeket. Íme megint csak az értés, most negatív megközelítésben, nem érteni azt, amit az Isten akar, amit az Isten mond. Nem is hiszem, hogy meg fogjuk érteni az Istent a maga teljességében. De az a kiváltságunk, hogy amit tudnunk kell Istenről, ő azt mindig megmondja nekünk. Olyan mélyre lehajol, hogy megérthessük, amit nekünk akar mondani. Nincs hát menekvés, nincs magyarázkodási lehetőség. Isten, amit akar elmondani, megérteti velünk. Íme az ember, aki megérti az Istent, mert keresi őt. A harmadikként az ige és az Isten értése, illetőleg nem értése után találkozunk azzal az emberrel, aki nem érti meg a fele barátját. A tragikus dolog az igét nem érteni, az Istent nem érteni, legalább olyan tragikus az is, hogyha a fele barátunkat, az embertársunkat, az atyánk fiát nem értjük meg. A példák, amiket hozok, egy olyan profécia sor, amelyet Jeremiás, Ezékiel, illetőleg Mózes írtak, egy olyan népről,
amelynek a nyelvét nem értik. Egy népről, amely majd támad, egy népről, amely vad, egy népről, amely elpusztítja Izraelt, mert nem hallgatnak az ő urukra. A proféciák így szólnak. Egy távoli népet hozok majd ellened, Izrael háza, így szól az Úr. Régi nép ez, ősidőkből való nép, olyan nép, amelynek nyelvét nem ismered, és nem érted, hogy mit beszél. Ezékiel ugyanezt így írja. Nem ahhoz a sok érthetetlen beszédű és nehéz nyelvű néphez küldelek, akiknek a beszédét nem érted. Bizony, ha azokhoz küldtelek volna, ők hallgatnának rád. Mózes pedig így profétált. Rádhoz majd az Úr messziről a föld széléről egy népet, amely lecsap rád, mint a saskesejű, olyan nemzetet, amelynek a nyelvét nem érted. A bibliai történelem szerint a proféciák vélhetően az akkád nyelvre, azt arra nyelvre, amely a babiloni és a asszír birodalmakban volt használatos, egy olyan nyelv, ami a zsidók számára ismeretlen volt, nos, azokat küldi rájuk Isten, és valóban Nabukodonozorral el is érkezett az ítélet Izrael népe felett. A tragikus tehát az is, hogy elvitték Izraelt, és nagyon sokat szenvedett Jeruzsálem népe, kimondhatatlanul sokat. Mi nekünk megmaradt ez a nem érted a nyelvét problémája a legbékésebb körülmények között is. Mert meg kell vallanunk, sokszor nem értjük egymást, nem értjük a másik ember nyelvét. Nem nyelvi problémákról van szó, lingvisztikai problémákról, hanem arról, hogy a szívünk nem akarja megérteni a másikat. A fülünk hallja, az elménk felfogja, de a szív nem engedi, hogy megértsük, hogy annak az értésnek a következményeképpen cselekedjünk. Azért van sok fájdalmas széthúzás, széttörés a gyülekezetekben, az emberek, az atyafiak között, mert nem értik egymás nyelvét. Emlékszem, amikor idegen, külországból való testvérek érkeztek. Milyen büszke voltam, hogy törve bár, de tudtam velük értekezni. Valamennyire már ismertem az ő nyelvüket. És mégis azt kell látnom, hogy nem ez a nagy probléma. Bár kevesen beszélünk idegen nyelvet még mindig, és azt is csak nagyon csökevényesen. Még nehezebben értjük meg azt, aki magyarul, aki saját anyanyelvünkön beszél hozzánk, aki úgy beszél hozzánk, mint ahogy mi is beszélünk. Érted-e a te testvérednek nyelvét? Érted-e a te atyád fiadnak nyelvét? A te fele barátod nyelvét? Érted-e, hogy mit akar mondani? Mert ha nem akarjuk meg sem érteni, soha nem lesz az a békesség és öröm közöttünk, amely akkor születik meg, amikor megértjük egymást a legteljesebb mértékben. Nos, eljött tehát a megértés idejének gondolatköre is. Vannak dolgok, amelyeket most még nem értünk, és éppen ezt mondja Jézus is, amikor azon a bizonyos estén a tanítványok lábát megmossa. Péter ellenkezik, aztán mikor Jézus megmagyarázza, hogy miért teszi ezt, akkor azt mondja, hogy még a fejemet is mossad meg, mindenestől. Jézus így válaszolt neki. Amit én teszek, most még nem érted, de később majd megérted. A Cselekedetek könyvében pedig látunk egy olyan megértést, aminek az ideje elkövetkezett idejében. A látomás után írja Pál apostol, a férfiúnak a látomása után, akit éjszaka álmukban láttak, nyomban igyekeztünk elmenni Makedóniába, mert megértettük, Isten odahívott minket, hogy hirdessük nekik az evangéliumot. Pálék megértették, mit akar Isten, és ez nagyon jó, hogy elérkezett a megértés ideje. Péternek várnia kellett arra, hogy Jézus feltámadjon, arra, hogy minden világossá váljon, ami most még értetlen volt számára, érthetetlen volt számára. Majd megérted. Most még nem érted. Így vagyunk mi is sokszor. Valóban, akár a Bibliával, akár az Istennel, akár a másik emberrel, de aki akarja, hogy megértse az ígét, Istent és a fele barátját,
Lehet, hogy most még nem érti, de majd megérti. Bölcs Salamon a példabeszédeiben ugyanezt ábrázolja. Ha bölcsességért kiáltasz, és hangosan kéred az értelmet, ha úgy keresed azt, mint az ezüstöt, és úgy kutatod, mint az elrejtett kincseket, akkor megérted, mi az Úr félelme, és rájössz, mi az Isten ismeret. Majd arra folytatja. Majd megérted, mi az igazság és a törvény, a becsületesség és az igazán jó út. Bölcsesség költözik szívedbe, és az ismeret gyönyörködteti lelked. Majd megérted. Ugorjunk hát most az ember értetlenségünkön, és gondoljunk arra, hogy az a világ, ahová menendők vagyunk, számunkra még mindig annyira titokzatos. A világ, az örökké valóság, amiről a múlt héten volt szó, meg-meg csillan számunkra, mint aranyszál a kelmében, de nem ismerjük. A reménységünk viszont megvan, majd megismerjük. Aki keresi az bölcsességet, az igazságot, a törvényt, a becsületességet, aki a Krisztus útján jár, majd megismeri a teljes igazságot, a teljes valóságot. Ezért érdemes már itt a Földön keresni, az akarni a megértését az Isten igéjének, az Isten szavának, az ember szavának. És akkor eljön a megértés ideje, hamarosan. Végül arról az Istenről szeretnék szólni, akit ugyan mi nem értünk, de aki megért bennünket, embereket. A 139. Zsoltár így írja. Uram, te megvizsgáltál engem, és ismersz. Te ismered ülésemet és felkelésemet, messziről érted gondolatomat. Járásomra és fekvésemre ügyelsz, minden utamat jól tudod. Mikor még nyelvemen sincs a szó, immár egészen érted azt, Uram. A kulcs az értéshez, az Isten megértése, tehát az, hogy Isten megért bennünket, itt van. Megvizsgáltál engem, és ismersz. Isten is ezek szerint először megvizsgálja az embert, megismeri az embert, és akkor meg is érti a gondolatait. Legalábbis a Zsoltáros így írja le, de számunkra ez nagyon is jó emberszabású megközelítés, megismerni előbb a másikat. Megismerni az ígét, hogy visszatérjek a gondolatra, úgy, hogy annak az igazi üzenetét keressük. Meséltem már arról az immáron közülünk eltávozott emberről, aki fiatal korában sorra nyerte a Biblia betélkedőket. Annyira jól ismerte a Bibliát, de aki majd idősebb korára ezt az ismeretet arra használta, hogy kiforgassa a Bibliát, nem megértesse másokkal, hanem a számára azért a legteljesebb ismerettel nem bírva, még voltak számára is kérdőjelek, ezeket kifeszítve, vagy mások elét feszegetve a Biblia hitelességét próbálta alásni. Mert nem ismerte még elég jól a Bibliát. Mert nem ismerjük jól az Istent, és nem értjük meg, hogy kicsoda ő, és kik vagyunk mi, amikor kéréseinkkel ostromoljuk, amikor számon kérjük, amikor lázadunk ellene. És ugyanígy van az embertársunkkal is, nem ismerjük őt. Én már elmondtam nektek, magam bőrén tapasztaltam, mit jelent az, hogyha valakit nem ismerek, nem tudom szeretni, nem tudom elfogadni, kerülöm. De eljött az idő, konkrét esetet tudnék erre elmondani, amikor megismertem, és azt, akit addig olyan nehezen tudtam elfogadni, mert nem ismertem, jó barátommal lett. Nagy értékek voltak benne, amelyeket meg kellett ismerni, és onnantól az az ember nagyon közeli barátommal lett. Szóval Isten is azt mondja, a Zsoltár is azt mondja, hogy Isten megismert, megvizsgált és megismert, ezért tudta, értette gondolatomat. És a 44. Zsoltár is ad idézem. Ha elfeledtük volna Istenünk nevét, és idegen Istenhez emeltük volna fel kezünket, nem vette volna észre Isten, hiszen ő ismeri, azaz érti a szívnek titkait. Isten jól ismer bennünket, belelát a szívünkbe, ismeri a szívünk titkait. És hogyha másfelé, idegen Istenek felé,
más vágyakat hozunk Isten elé, azt is tudja, azt is érti. Azt hiszed, hogy nem veszi észre Isten? Kérdezi a zsoltáros. Ismeri a szívedet, a gondolataidat, mindent lát és mindent tud rólad. Mai kérdésünk ez volt tehát, érted-e? Érted-e a Bibliát? Ha nem, keres olyat, aki segít ebben. Keres forrásokat, amelyek megmutatják neked. Mert fontos dolgok vannak a Bibliában. Sőt, a legfontosabb dolgok ott vannak. Érted az Istent? Tudod, kicsoda ő? Ahogy mondtam, ahány ember, annyiféle Isten van. Mert annyiféleképpen képzeljük el. Pedig valójában egyetlen Isten van. Erre kéne rá találjon minden ember. Érted-e az Istent? Érted-e az embert, aki melletted van? Akit Isten adott melléd? Talán éppen azért, hogy tanítson meg tűrni, megismerni a másikat, akár szenvedni kicsit mellette, aztán megismerve, megszeretni őt. Isten ismer bennünket, és ez nagyon jó dolog. Mindazok számára jó hír. Isten ismeri a szívünket és a gondolatainkat. Mindazok, akik rá gondolnak, és őt akarják megismerni. Mert ha közeledünk ő hozzá, ő is közeledni fog hozzánk. Legyen ez így az ismeret, a tudás, a megértés területén is. Közeledjünk Istenhez, az ő igéjéhez, és a mi embertársunkhoz. Amen. Thank you.
megvalljuk, Urunk, hogy sokszor a magunk akarata szerint akarjuk megérteni a dolgokat, a világot, téged, az igét, az embert. Nem az igazságot keressük, nem a jó megoldást, hanem a magunk érdekeit tesszük előre. Hadd figyelmeztessen most bennünket az ige arra, hogy mit jelent, ha megismerjük az igédet. Mit jelent, ha megismerünk téged, a hatalmas urat. És mekkora öröm az, hogyha megismerjük, megértjük a mi fele barátunkat. Egészen más életünk lesz. Erre az életre vágyunk. És ilyen értelemben csak rajtunk múlik, hogy a felkínált lehetőségekkel éljünk. Kérjük szent lelkedet, Uram, hogy vizsgáljon meg, és tegyen képessé, és akartassa meg velünk mindezeket megérteni, hogy boldogok legyünk már itt a földön. Amen.